Mielőtt a videót elkezdeném, elmondanám azt, hogy tudom, hogy sokan nem szeretitek, hogyha én sminkelem magam, vagy hogy olyan videókat csinálok. Ezt én is tudom, de én nem magamon szoktam próbálgatni a sminkeket, hogy állandóan kisminkelem magam, hanem anyukámon szoktam, és most be fogom nektek mutatni, hogy így ugyanis szoktam gyakorolni rajta, csak hogy ne rajta mutatom be, hanem magamon. Kicsit fura lesz bemutatni, mert rá van a kezem, rá van szokva arra, hogy így másnak a fejét csináljam, de hát tegnap kipróbáltam, és sikerült. Első lépés az az lesz, hogy felkötöm a hajamat, mert ugye, hogy csinálom az alapozót, akkor így belelóg az a kicsi, és ezért így hátra kell húznom. A második lépés az, hogy ezt a kis szivacsot be kell vizezni, és utána majd mutatom a következő többi lépést, vagy a következő lépést. Most nem mutatom, így ilyen nagy puffancs lett. Cetrisz kozmetik alapozáját fogom felvinni. A szemüvegemet leveszem, akinek szemüvege van, azt vegye le. És amúgy ez ilyen kis... Hallgassátok meg? Most nem hallatszódik, vagy? Amúgy ilyen fura hangja van. Nagyon hideg. Ajaj, csúszik a fejemet. Félek mindig, hogy rá fog menni a pólómra, mert néha szoktam felvenni fehéret, ezért félek, hogy alapozós lesz, de most nem lett ez. A második, és a már nem tudom, hanyadik lépés, az pedig barnítóra van, és itt van ez, és ezzel fogom most felvenni a arcomra ide. De kell felvinni így. A Rossmannba vettük ezt a jó kis ecsetet. Ez ilyen kis kemény és ilyen kicsi, és ezzel itt mondjuk ide is lehet tenni, a highlightert is lehet tenni, meg ezzel is lehet highlightert tenni. Tegnap a highlighteremet ezzel csináltam, ezzel a részével, és nagyon jól nézett ki. Most is megmutatom, ilyen nagyon szép színe van. Így ide. Így az arcodra is. Amúgy nem látszik annyira, de nagyon szép színe van. A következő lépés, az pedig a szemöldök megcsinálás. Az nekem tegnap nagyon jól ment, de nem biztos, hogy ez tetszeni fog nektek, mert annyira nem is jól tudom megcsinálni a szemöldökömet, szóval ne írjátok azt, hogy jöjj, te most milyen csúnyán csináld a szemöldöködet. Amúgy ez ilyen, van benne ilyen világos barna, meg ilyen sötét barna. És először is a sötét barnát viszem fel. A sötét barnát ide a szemöldököd végére kell, így. A világosabbat meg ide a szemed elejére, úgymond igen. Jó, az első kész. Szép. Kicsit elrontottam, de nagyon jó lett az eddigiekhez képest. A másik az nem annyira esik a kezemre, de ezt is tegnap jól meg tudtam csinálni. De azért megpróbálom. Jó, készen van a szemöldököm. Nagyon, most nem tudom, olyan jó lett szerintem. Most van ez a Revolution, Makeup Revolution London. Ilyen szép színei vannak, nem tudom, várjátok. Ilyen szép színei vannak. Ebből fogok felvinni itt egy ilyen szép színt, ami egy ilyen kicsit aranyos. Aranyos. Jó. Nem tudom a számom most mit tegyek fel, mert van egy csomó rózsom, de arra gondoltam, hogy egy ilyen szép ilyen boldó színt fogok felvinni, és ennek olyan jó illata van, mint a curlynek, de tényleg. Jó, készen vagyok. Szerintem nagyon jól néz ki.
Jól megcsináltam mindent. Ennyi volt ez a videó, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!